tisztelettel köszöntök valamennyi megjelentet, és külön tisztelettel köszöntöm a megválasztott tisztségviselőket, képviselőket. Arra szeretném kérni, hogy szerintem az minden település életében egy új ciklus kezdete, az egy ünnep, és hagyományainkhoz kívánom, énekeljük meg közösen nemzeti himnuszunkat. Mindezek után ezennel tisztelettel megnyitom Kistelek Város Önkormányzat képviselő testületének alakuló ülését, ahol megállapítom teljesen várt módon, hogy minden képviselő jelen van, ezért megállapítom, hogy a képviselő testület határozatképes, és alkalmunk van arra, hogy mindent szabályosan befolytathassunk. Mindezek után meg szeretném kérdezni, hogy minden képviselő megkapta írásban a meghívót, a kiküldött meghívó napirendi pontjaihoz van esetleg bármely módosítója? Parancsol? Napirendhez módosítója. Napirendhez nincs? A napirendi ponthoz nincs módosítójavaslat, felteszem a kérdést. Kiküldött egy napirend szerinti javaslatot, aki elfogadásra javasolja, ezt kérem kézfelnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a napirendi pontot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta. A következőkben Tasi Józsefnénak szánunk főszerepet, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, mint a helyi választási bizottság elnökét, és egyben szeretném megköszönni azt a munkát, amit a választás kapcsán, és így most is elvállaltatok, és azt gondolom lelkiismeretesen elvégeztetek. Az első napirendi pont értelmében szeretnélek kérni, mint az elnököt, hogy ismertesd a választás körülményeit, eredményeit. Parancsolj! Választási Bizottság nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Nagy Sándor polgármestert, jegyzőasszonyt, a megválasztott képviselő hölgyeket,
képviselő urakat, a hivatal dolgozóit, a leköszönő képviselő testület tagjait és minden megjelent vendéget a Kistelek Páros Önkormányzat képviselő testületének alapföldésre. Mint a Kistelek helyi választási bizottság elnöke, a polgármester és a helyi képviselők választásával kapcsolatosan a 2024. június 9-i választás eredményéről a következő tájékoztatást adom. A Kistelek helyi választási bizottsága az 51/2024 6. pont 10 HVB számú eredmény megállapító határozatában kimondta, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2024 évi általános választásán a megválasztott polgármester Nagy Sándor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Keresztény Demokrata Néppárt polgármester jelöltje. A helyi választási bizottság az 52/2024 6. pont 10 HVB számú határozatával megállapította, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024 évi általános választásán a megválasztott képviselők Mészáros Gábor, független képviselőjelölt, Vas Rozália, független képviselőjelölt, Susánszki Benjamin Dominik, Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Keresztény Demokrata Néppárt képviselőjelölt, Borsi Viktor független képviselőjelölt, Dominics János független képviselőjelölt, Farkasné dr. Pitnicki Katalin független képviselőjelölt, Sejben József Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Keresztény Demokrata Néppárt képviselőjelölt, dr. Kunstár Pálné Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Keresztény Demokrata Néppárt képviselőjelölt. A polgármester választás az egyéni listás települési képviselő választás eredményei megállapító határozatok 2024. 6. hó 13-án jogerőre emelkedtek. A megbízó levelek átadása 2024. 6. hó 18-án megtörtént. A polgármesternek, a képviselőtestületnek munkájukhoz nagyon sok erőt, kitartást, bölcsességet és jó egészséget kívánok. Alázatos, kitartó munkájukkal mindannyiunk megelégedésére vezessék, irányítsák a városunkat. A leköszönő képviselőnek megköszönöm az eddigi áldozatos munkájukat, és bízom abban, hogy tapasztalataikkal továbbra is a közösségünket szolgálják. Köszönöm szépen, és ezzel visszaadom a szót, hogy Sándor polgármester. Köszönöm szépen elnök asszonynak, és a következőkben arra szeretném kérni a megválasztott képviselőket, hogy elnök asszony előtt, és mindannyiunk előtt tegyék le az esküt. Ezért arra szeretnélek benneteket kérni, és minden jelenlévőt, hogy az eskü idejére mindannyian álljunk föl. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Önkormányzati tisztségemből eredő feladataimat. Kistelek fejlődésének előmozdítása érdekében. Kistelek fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíljen. Isten engem úgy segíljen.
Köszönöm szépen, és akkor ezután az esküdtmányok aláírása következik, amit egyenként szólítással az asztalnál itt aláírásra. Akár itt szembe? Köszönöm szépen. Gratulálok. Domonics János. Körbe megy. Köszönöm szépen. Farkasné dr. Bignicki Katalin. Köszönöm szépen. Dr. Kunstár Kálmén. Köszönöm szépen. Sejben József. Köszönöm szépen. Sosánszki Benjamin Dominik. Köszönöm szépen. Vas Rozália. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor ezt követően a polgármester esküdtételére kerül sor. Én Nagy Sándor. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartom. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Önkormányzati, polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Önkormányzati, polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Kistenek fejlődésének előmozdítása érdekében. Kistenek fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Ezennel biztatom a szót, Nagy Sándor polgármester. Egyedik napirendi pont Kistelek Városi Önkormányzat képviselőtestületének a képviselői testület és szervezeti működési szabályzatról szóló önkormányzat rendeletének felülvizsgálata, új rendelet megalkotása. Jegyzőasszonynak adom át a szót. A helyi önkormányzat, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a képviselő testület alakuló ülésén felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatát. Ennek megfelelően az előterjesztés kiküldésre került. Meg szeretném kérdezni, hogy esetleg valaki részéről módosító javaslat érkezett-e? Munka megbeszélésen beszéltünk pár szót róla, amik elhangzottak, egy-két módosító javaslat, az már belekerült az SMS-be, tekintette arra, hogy szerkezetileg is változtatni kellett a jelenleg hatályos szervezeti működési szabályzaton, ezért egy új rendelet megalkotását tartjuk indokoltnak. Parancsolj, Viktor. Igen, a most még hatályban lévő legköszönő SMS alapján egy szóbeli előterjesztéssel módosító javaslatot kívánok élni. A város életében egy SMS olyan, mint egy országnak az alkotmánya, ezért minden szállat el kell varni, nagyon pontosan kell fogalmazni. Nem hagyhatunk joghézagokat, hiszen a következő 5 éves munkánkat ez alapján, a jogforrás alapján vezetjük le. Miképpen hívjuk össze az üléseket, hogyan dolgozunk itt, a jegyzőkönyvet, hogy vezetjük, hogy töltünk, hogy mindent ezt szabályozunk. Az előzetes munkamegbeszélésen én a régi SMS-ben felfedeztem egy általam problémásnak vélt pontot. Ez akkor a 10. szakasz 7. bekezdésében volt megtalálható. Ez a rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívásának módjáról rendelkezett. És ez így szólt, idézem, rendkívüli esetben a képviselőtestület rövid úton, például telefonon is összehívható, sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 4 órával is kiküldhető a meghívó, erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől, de a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell. Képzeljünk el egy életbeli szituációt, ahol egy hétköznap délelőtt 10 órakor éljük az életünket, dolgozunk, bármit is csinálunk, és jön egy telefon, hogy kérem szépen akkor délután 2 órára legyen szíves befáradni, rendkívüli képviselőtestületi ülést tartunk, szíves részvételére feltétlenül számítunk. Hát ki az, akinek 4 óra alatt van annyi ideje, lélek jelenléte, hogy a megküldött írásbeli előterjesztésekből fölkészüljön, és lelkiismeretes, alapos döntést hozzon a délután 2 órakor esedékes testület ülésen. Hát szerintem ilyen nagyon ritkán van, vagy hát időmilliómosnak kell ehhez lenni. Így módon én az előzetes munkamegbeszélésen azt a javaslatot tettem, hogy ezt a akár visszaélésre is alkalmat adó jogszabályi szakasz helyett módosítsuk, és a 4 órát növeljük meg 24 órára, hogy mindenki legalább egyet tudjon aludni, mielőtt döntést hoz. Én azt elismerem, hogy az egyébként a rendes testületi összehíváshoz jogszabályilag előírt 5 munkanapos időintervallum, ami előírja, hogy 5 munkanappal üléskezdés előtt meg kell küldeni a meghívókat, az nem veti le minden élethelyzetet. Lehet olyan sürgős dolog, eset, ami rögtön döntést igényel, ezért én helyeslem azt, hogy legyen mód 5 napnál kevesebb időintervallum alatt is összehívni testületi ülést. A most nekünk megküldött SMS-ben azonban sajnálatos módon én úgy gondolom, hogy az előzetes munka megbeszélésen, akár konszenzuális szándékunkkal ellentétben nem került be pontos időintervallum. Hadd idézzem, hogy most hogy szól ez az SMS 11. szakasz 7. pontja. Rendkívüli esetben a képviselő testület rövid úton, például telefonon is összehívható, pont. Nem került be időbeli korlát, ami magának a jogszabály helynek a savát borsát adja. Ha nincs benne időbeli korlát, akkor jogértelmezésem szerint 5 napnál rövidebb időintervallumon belül nem lehet jogszabály szerint összehívni a testület ülésünket, amit úgy gondolom, hogy nem akarunk, hiszen lehet olyan szituáció, ahol erre szükség van.
így módon, hogy mondandómat ne kerekítsem, azzal a javaslattal élek, hogy a korábbi SMS vonatkozó pontját egy módosítással emeljük át, és fogadjuk el, ami így szólna, rendkívüli esetben a képviselőtestület rövid úton, például telefonon is összehívható, sürgős, halasztás nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó, erre bármilyen értesítési mód igényre lehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől, de a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell. Tehát semmilyen más módosítást én itt nem eszközlök, csak a régi SMS szakaszhely kerüljön átemelésre, és 24 óra legyen az időbeli korlát, és ezt a mostani 11. szakasz 7-es pontot módosítsuk e tekintetben. Így módon úgy gondolom, hogy kiküszöbölhetjük azt a csorbát, ami jelenleg még az előttünk fekvő SMS-ben sajnos van. Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy így volt valóban, azt beszéltük, hogy a 7. pont második mondata ki fog kerülni, tehát a 4 órával kiküldhető. Én akkor ezt is ígértem, és a jelen előterjesztés szerint a rendelet tervezet így is szól, de természetesen akkor ekként, tehát a 4 óra helyett 24 óra. Ja. Bocsánat, az én vélemény szerint ez támogatható. Ilyenkor egyébként az a szokás, hogy egyből a módosításra reagáljunk ki. És én azt meg szeretném kérdezni, hogy Borsik Viktor képviselő úr által javasolt, elfogadott módosító javaslatot, aki támogatja, hogy így kerüljön be az érvénybe lévő rendeletünkbe, az azért kérem készfenyítésre jelezze. Köszönöm szépen. Igen, csak ezt most akkor, ha jól látom, egy tartózkodás mellett javasoltuk ezt a fajta módosítást, elfogadást. Köszönöm. Én ehhez szerettem volna, hogy én itt is ragaszkodnék, mivel a 24 órára megnövekszik az időkeret, az e-mailes írásbeliséghez ebben az esetben is, akár csak egy sorban, hogyha véletlen... Azt mondom, hogy szokott menni egyébként, tehát abban az esetben, hogy rendkívül ülést is tartunk, telefon plusz azért, hogyha tehetem, akkor e-mailt is szoktam, tehát hogy meghívót is igyekszem mindig hozzá készíteni. Köszönöm szépen. Gábor? Szintén ehhez a ponthoz szeretnék hozzászólni. Ne akarok mindenpontól lenni igazából, de volt egy gyakorlati eset, ami pont ezzel a ponttal kapcsolatban kérdéses volt számomra. 2023. január 17-én volt ez az ominózus eset, amikor egy munka megbeszélésből 2 perc alatt rendkívüli testület ülés lett. Viktor ismertette, hogy az akkor érvényes szervezeti és működési szabályzat egyébként 4 órát határozott meg. Ez 2 perc alatt történt egyébként, ami azóta is én azt gondolom, hogy áttekintető és kérdéses, hogy ez törvényszerű volt-e vagy nem. Úgyhogy mindenképpen én azt gondolom, hogy ragaszkodunk a 24 órához, és természetesen a gyakorlatban azt gondolom, hogy így is valósuljon meg a továbbiakban, és nem úgy, ahogy 2023. január 17-én. Ez az akkumulátor alkatrész gyártásossal kapcsolatos felhatalmazás volt egyébként. Gondolom, abban a tekintetben oka fogyott, hogy a módosító javaslatot elfogadtuk. Jó, tovább. Én csak annyit szeretnék önöknek, hogy azért tartózkodtam, mert bár én nem tudom, 10 év vagyok képviselő, és még nem nagyon emlékeztem, hogy ezt a rendi kívüli 4 órás sürgős esetet ért volna ezzel az önkormányzat. Kettő, a képviselőség van olyan szolgálat, mint a rendőrnek, a mentősnek, hogyha menni kell, meg szavazni kell, akkor ez a dolgunk, azt elő kell állni. Tehát ez a, én el tudom képzelni azt a sürgős esetet, amikor ez fontos, hogy ne egy napot még aludjunk, meg még keresünk, hanem akár pályázatoknál is vannak olyan határidők, ami azonnal. Köszönöm szépen. Tovább. Az SMS-ről beszélünk? Annak a módosítására? Hát, ha észrevetted, akkor igen. Az SMS-ben ugyan szerepel, hogy társadalmi megbízatású alpolgármester a javaslat. Megszavazására kerül sor, és ezt nem képviselő külsős tagként fogják ugye megszavazni. Én jelen pillanatban ezzel nem értek egyet. Ezt majd a későbbiekben egyébként hozzá szeretnék fűzni. Most csak ennyit mondok, hogy nem értek egyet az SMS-be. Én azt gondolom, hogy ezt valahogy másképp kellene megfogalmazni.
lehet egyébként társadalmi megbízatású alpolgármester, és ez lehet képviselő is adott esetben. De itt határozottan így van kijelentve, hogy nem képviselő. Az is látjuk. Úgyhogy ezzel önértek egyet, amikor a módosítását szeretném is. Jó, tehát ezt vehetjük egy módosító javaslatnak? Módosító javaslatom igazából az, hogy többekkel beszélve egyébként az esélyek, hogy egyetlen társadalmi megbízatású alpolgármester legyen, egyetlen egy alpolgármester elég. Én jelen pillanatban kivennék a szervezeti működési szabályból. Ugye a módosításom az, hogy vegyük ki ezt a javaslatba. Jó, köszönöm. Én is hozzáfűzném, én is azt javasolnám, hogy vegyük ki a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget az SMS-ből. Álláspontom szerint egy ekkora városnak az irányításához elégnek kell lenni egy polgármesternek és az ő helyetteseként az alpolgármesternek. Mindazonáltal sem a jogszabály, sem az SMS nem ad arra magyarázatot, hogy mi lesz pontosan a feladata a társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Nem derül ki itt a 35. paragrafusból, hogy mivel is fog foglalatoskodni a társadalmi megbízatású alpolgármester. Ennyit tudunk, hogy a polgármester fogja segíteni, de hogy milyen feladatot fog konkrétan ellátni, mivel helyettesként nem tud működni a társadalmi megbízatású alpolgármester, így mivel olyan konkrétumokat nem ismerünk, hogy ez mit fog jelenteni, így én is azt javaslom, hogy ezt a pontot pedig köszönöm ezzel. Én a pontosítás, bocsánat, csak annyit szeretnék képviselőasszony javaslatához, illetve módosításához tájékoztató jelleggel elmondani, hogy nem határozza meg sem az SMS, mivel nem is határozhatja meg, hogy konkrétan milyen feladat ellátásával bízza meg. Ez teljesen a polgármester előterjesztése és döntése alapján van. Nyilván a polgármester úr el fogja mondani, mert tájékoztatási kötelezettsége van arról, hogy az alpolgármesterek munkarendjéről, illetve a köztük lévő munkamegosztásról. Ezt úgy gondolom, hogy a polgármester úr el fogja most mondani. Tehát az SMS-ben ezt nem kell meghatározni, mert erről nem a képviselőtestületnél. Ezt csak így ilyen kiegészítésként szerettem volna. Ezt értem, és tudom is, hogy a jogszabály sem határozza meg konkrétabban. Én is utána olvastam. Egy dolog, ami szintén ugye nem az SMS-nek, hanem a jogszabálynak feladata, hogy amíg a képviselőtestület tagjainak, a képviselőknek a kötelezettségét igenis felsorolja, mi kötelesek vagyunk részt venni, például a testületi ülésen, addig a társadalmi megbízatású alpolgármesternek gyakorlatilag csak jogai vannak, ő tanácskozási joggal részt vehet, tehát semmi konkrétum nincs meghatározva, hogy mégis milyen feladatokat fog ellátni. Én tudom, hogy nincs benne a jogszabályban, mert megnéztem. Jogai kötelezettségei ugyanazok, mint a főállásban, a főállású alpolgármesternek. Ugyanazok a jogok kötelezettsége illetik meg. Nyilván ő tanácskozási joggal vesz részt, mert nem tagja a képviselőtestületnek a testületi üléseken, illetve a bizottsági üléseken. De igen, tehát nyilván a feladatát polgármester úr fogja meghatározni. Még egy dolgot szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a képviselőket nyilván a választók választották meg. Úgy gondolom, ezzel eldöntötték, hogy ki az, aki képviselje a várost, bár továbbra se tudjuk, hogy mi feladata lesz a társadalmi megbízatású alpolgármesternek, de nyilván valamilyen formában képviselni fogja a várost, úgy, hogy őt a választók erre nem hatalmazzák föl, nem hatalmazták föl. Mennyire hosszan szabad válaszolnom? Következő az egy alapvető dolgot, szögezzünk le. Ti, kisteleti lakosok, önök megválasztották a jelenlegi polgármestert és a képviselőtestületet. Nem választották sem Gombosné Katalin pénzügyi vezetőt, sem a jegyzőt, sem pedig, mondjuk nevezzük azt, társadalmi megbízatású alpolgármestert. Ezek feladatok. Ezek feladatok. Vegyünk magunkhoz őszintén. Mi várható ránk az elkövetkezendő időben? Véleményem szerint én egyébként azért vállaltam még, hogy indulok. Komoly lehetőség áll az én feltételezésem előtt. Csongrád megye, a
Dél-Alföld és jelen esetben Kisteleken. Mercedes és Szeged fejlesztése között vagyunk, véleményünk szerint vagy az élére állunk ennek a dolognak, vagy lapulunk, fölveszünk a tiszteletdíjat, aztán úgy lesz, ahogy lenni kell. Az én véleményem szerint, az én életemben is, aki 30 éve vagyok polgármester, olyan új történetek jönnek, ami több száz telket kell kialakítani. Ipari parkövezetekben egyébként olyan jogi történetekkel találkozunk, amihez sem én, sem a jegyzőnő nem biztos, hogy értünk, és a jelenlegi képviselők között se látok olyat, akit erre föl tudnék kérni. Ez egy külön szakma. És erre gondoltam, mikor az Alexát megkerestem, nem szavazati jogot adunk neki, nem egyébként megválasztott tisztségviselő. Ez ugyanolyan bocsánatkattal, hogy személyesítette, mint egy pénzügyi vezető, vagy egy jegyző, aki leginkább jogi, gazdaság jogi kérdésekben segítségemül van, segítségünkről van. Ezért kerestem meg, ezért kértem föl, és azért csak társadalmi megbízatással, azért csak részmunkaidőben, mert szerintem egyelőre erre van szükség. Nem értem a hisztériát, amit mostában hallottam, hogy ez gyakorlatilag, bocsánat, az, mikor megkerestelek, nekem a legnagyobb megtiszteltetés, hogy azt mondta, hogy tehát ez egy tisztelet. És gyakorlatilag természetesen a polgármester javaslatára a képviselőtestület dönt. Ezeket a módosító javaslatokat természetesen most megszavazzuk. Én azt javaslom, a módosító javaslatokat ne fogadjuk el, és azt javaslom, hogy a rendelet eredeti formájában adjuk meg a lehetőséget a társadalmi megbízatású alpolgármester. Öregebbek, én 98 óta vagyok itt, 2019-ig hány alpolgármester volt mindig a település? Mindig kettő. És most abban változtattunk még, hogy ne 4 bizottság legyen, csak 3. Hiszen a kultúráért, sportért, ifjúságért felelős bizottság ritkábban ülésezik, nyugodtan össze lehet vonni, és abból egy nagyobb bizottságot hoztunk létre, kötelező gyakorlatilag a pénzügyi, gazdasági, stb. Bizottság létrehozása, mint egyik főbizottság, másik főbizottság pedig a szociális ügyekért felelős bizottság. 4 bizottság, abban változik, eddig 4 volt, most 3, és egyébként visszatérünk ahhoz a gyakorlathoz, ami egyébként 4 évet kivéve mindig volt. Tehát nem egy olyan, bocsánat, most kitaláltuk a hűde valami újat, és nyilvánvaló, tudomásul kellene a rendelettel kapcsolatban csak annyi, hogy ez nem 5 évre szól. Ezt, bocsánat, jegyzi azt, hogy ezt bármikor módosíthatjuk, egyébként úgy tartjuk fontosnak és aktualizáljuk. Elsősorban az én és a város segítségére kértem föl azt a fajta szakirányt, amihez nem biztos, hogy értünk eléggé együtt. Köszönöm. Te jelentkeztél elő. Nem hiába éltem az alkotmányos hasonlattal, én úgy gondolom, hogy az SMS nem jó nagyon gyakran dolgozni, foldozni, alkossuk meg jóra, és legyen az időtálló. De ez csak egy zárójeles kérdés. Én azt érzem, hogy, és nem vagyok ezzel egyedül, hogy sokan úgy gondolják, hogy nem kellően őszinte az a fajta városvezetési kultúra, ami már itt pár éve tart. És attól tartok, hogy ez a mostani szituáció ennek ékes bizonyítéka. Valaki elindul a választáson, vállalja az azzal járó megmérettetést és kockázatot, hogy akár az emberek beszavazzák a testületbe, vagy nem szavazzák be, az egy vállalás, az egy felelősségvállalás. A választás nem csak egy közvéleménykutatás, hanem jogi kötőerővel is bír. És a kistelekiek döntöttek. Elmondták, hogy ki legyen az a 8 fő, aki részt vegyen a városvezetésben, a képviselőtestületben, és ki az, akit most még nem tartottak olyan fontosnak, vagy annyira alkalmasnak, vagy nem mutatta meg eléggé magát. Ezer oka lehet, de a választók hoztak egy döntést. Hogyha valaki 13. helyen végez, de aztán mégis alpolgármesteri széket kap rögtön a testületben, akkor az azt a látszatot kelti, hogy nem volt egy teljesen tiszta verseny. Hiszen ha megnyeri valaki adott esetben a választást, akkor is bekerül, ha nem nyeri meg, az se probléma, akkor is bekerül. Ez úgy gondolom, hogy nem annyira tiszta, és sértő szándék nélkül én arra kérem a jelenlevőket és az alpolgármester jelölt asszonyt is, hogy ha valóban fontos ez a tisztség és vágyik rá, akkor mérettesse meg magát a következő választáson is,
kéri a választók bizalmát, és hogyha bekerül, amire egyébként szerintem alkalmas és képes tud lenni, akkor én meghallok a népakarat előtt, de most még én úgy érzem, hogy tiszteletben kell tartani azt, hogyha valaki a 13. helyen végez, és kellő szerénységgel ott még hátrébb kell lépni egyet, ha én kaptam volna ezt a visszajelzést, akkor biztosan elfogadom. Erről én úgy gondolom nagy vonalakban ennyit. Az SMS módosító javaslatról pedig az a véleményem, ami szintén az őszinteség hiányát látom alátámasztottnak, hogy először kínálják föl az SMS módosítás lehetőségét, hogy már most rakjuk bele a társadalmi alpolgármestert, holott pár napi randi ponttal később fogunk dönteni arról, hogy egyáltalán akarjuk ezt. Vagy talán már ez le van zsírozva. El van döntve. Kár is kifelsz. Úgyhogy így módon én képviselő társaimhoz csatlakozom, és arra teszek javaslatot és egyetértek velük, támogatom ezt, hogy most mi ne foglaljuk ezt SMS-be, legyünk türelemmel, várjuk meg azt a napi rendi pontot, ahol döntünk arról, hogy egyáltalán legyenek két alpolgármesterek Isteneknek. Én nemmel fogok szavazni, de kíváncsian várom a többiek érveit, észrevételeit, szavazatait. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Gábor, parancs! Egy kis pluszot még ehhez. Nem akarom ismételni, Viktor, teljesen egyetértek vele. Amit hozzátennék, az az, hogy polgármester úr a munkamegbeszélésen is azzal indokolta a Alexa nevezését, hogy rengetegen fognak kis telekre költözni, kis ajánlítások lesznek. Most is hallottuk egyébként, hogy rengeteg telket kell kiosztani. Nekem igazából az a kérdésem, és fel is fogom tenni végül a kérdést, hogy miről beszélünk. 10 éve vagyok, 10. éve vagyok ugye képviselő folyamatában. Nem tudom, hogy miről van szó pontosan. Nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy képviselő tudnom kellene, hogy mi készül itt kis teleken, kik fognak ide jönni, és mi történik. Nem vagy elég fölkészülő szerintem. Az utóbbi időben folyamatosan nő a településünk lakossága. Már tapasztalható, részben az ingatlanár különbségek miatt, hogy Szegeden már ér egy lakás annyit, hogy lehet egyébként a szomszédos településeken, kisteleken is egy kertes házat venni. Most gyakorlatilag, ha bejön hozzám és be is jöttek hozzám egy páran fiatalok, azoknak már új önkormányzati telket, építési telket nem tudunk kiajánlani. Ezért valószínűleg telkesítenünk kell. Jelentem, a rendezési tervünk az kijelöli a bővítés lehetőségét, és akkor innen Diófa utca és a Dió utcával párhuzamosan, illetve Budapest irányába jelöli a rendezési terv ki, azt az érvényben lévő rendezési tervet, hogy egyébként telkeket kell kiosztanunk. Egyébként az én véleményem, és én elmentem Győrbe is 2 évvel ezelőtt, hogy megnézzem azt, hogy az Audinak például milyen hatásai voltak az elmúlt 10 évben. Lehet, hogy nem így lesz, de nagyon-nagyon fölkészületlen építészmérnök lennék, hogyha nem gondolnék arra, ha úgy lesz, akkor ennek hogyan kell a fogadóképességét létrehozni. Nem tudom, tudja ki az a Gyirmót, hol van. Fociról lehetett hallani? Gyirmót kis 1200 fős kiskalu, 9000 lakó. Tehát nagy valószínűség szerint, én azt gondolom, Szeged és környezetében, hogy ez legyen a Mercedes hatása, vagy más egyébnek, vagy épp a BYD-nak, én azt gondolom, hogy egyébként a környezetünkben több idézőjelbe telek kereső lesz, és nem szeretnénk lakóparkokat létrehozni, nem szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy a kis telekieknek és a környékbelieknek tudnánk továbbra is új telkeket kiajánlani. Jelen pillanatban az elfogyott. Magántulajdonban van, magántulajdonosokkal is megegyeztünk ebben, de véleményem szerint lesz. Én egyébként azt prognosztizálom, hogy az elm következő 10 évben kis telek megduplázódik. És ennek... Bocsánat, igen, tegyük föl, hogy nem. De hogy föl se készüljek arra, hogy egyébként milyen újabb óda kell, meg milyen újabb iskola, és stb. Stb. Az felelőtlen vállalkozás lenne az én részemről. Úgyhogy ő nem tudni most, én mérnök ember vagyok, biztos tudják, hogy mikor ezt a Szent István teret idézelbe kitaláltuk, 10 évvel az elkészült előtt már elkezdtük megvenni az ingatlanokat, és pontosan megrajzoltuk azt, hogy mi az a végcél, amit menni akarunk. Ez nem könnyű.
És azt is tudom, hogy ma biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, akivel persze meg lehet egyezni, biztos vagyok benne, akivel nem, és csak az egy másik történet, hogy ezt hogyan fogjuk megteremteni még akár egy utcányira is, hogy oda szennyvizet, vizet, elektromos áramot, stb. Utat építsünk. De ebben nem akarok belemenni, nyilván. Érkezett módosító javaslat. Parancsolj. Köszönöm. Egy utolsó hozzászólást szeretnék ez a napi módosítóhoz. Polgármester úr érvei egyébként helytállóak is lehetnek, azok a szakmai érvek, amiket megfogalmazott. Csak azt a látszatot próbálja kelteni, hogy ez az alpolgármesteri pozíció, ez egy kizárólag szakmai pozíció. De ez nem így van sajnos. Tehát egy alpolgármestere a városnak, ez egy politikai tisztség is. Tehát ha ennyire szükség van erre a szaktudásra, arra a szakmai tapasztalatra, akkor kötni kell egy megbízási szerződést, szakmai alapon kell együttműködni. Nem látom azt, hogy miért olyan fontos alpolgármesteri tisztséget is társítani ehhez az egyébként polgármester úr által kizárólag szakmainak igényelt bizatáshoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Jó, megengedtek, akkor még egy hozzászólás, parancsol. Nekem annyi hozzászólásom lenne, hogy egy kicsit azért sértőnek éreztem az előbb azt a megjegyzést, vagy megszólalást, hogy mi itt erre nem vagyunk alkalmasak erre. Én nem vagyok rá alkalmas. Hogy nem. De nem, a képviselők arra nem alkalmasak, és azért kell társadalmi megbízatású alpolgármester. Úgy gondolom, hogy mi is alkalmasak vagyunk erre a feladatra, hogy megugorjuk. Nevezetesen én is ebben ügyvéd vagyok. Én nem kaptam erre megkeresést, hogy... De én azt is elfogadom, hogy mással szeretne együtt dolgozni, polgármester úr. Viszont a kisajátítás egy klasszikus ügyvédi feladat, ami megbízási szerződéssel ellátható. Nem kell hozzá a polgármesteri titulus. Amennyiben mégis így lesz, én azt is elfogadom, de azt nem fogadom el, hogy mi erre nem vagyunk alkalmasak. Bocsánatot kérek, azért ért egy olyan dolog, amit egy nagyon picin az ember elingadozott. Szerintem a pénzügyi gazdasági bizottság az egyik legszakmaibb bizottság. Én azt gondoltam, hogy lett két jogászunk, hozzuk be ebbe a bizottságba, és segítség ezt a munkát. Viktor arra azt mondta, hogy ha lehet, ő még előtte inkább már ígéretet tett, hogy a szociális bizottságba fog dolgozni, és ha lehet, akkor maradjon ott. Majd Katalin, elvállaltad ezt a munkamegbeszélést, azt mondtad, számolhatunk vele. Egy nap múlva azt mondtad, hogy hát, mégis meggondoltad, ez egyelőre még túl sok, nem szeretnéd ilyen nagy fel. De nem akarok megbántani sem. Tehát, bocsánat, én vagyok a felelős. Ez a javaslat úgy van, hogy megkérek jegyzőt, pénzügyvezetőt, vagy éppen jogi tanácsadót, akit én társadalmi megbízatású alpolgárnak mesternek azért gondolom, mert könnyebb neki eljárni, mint egy megbízott ügyvédnek, és ebben elsősorban a mi felelősségünket, nem érzem ezt a fajta történetet olyan borzasztó kardinális dolognak, de majd az élet bebizonyítja, úgyhogy ha megengedik, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen hárman együttesen javasoltak egy módosító indítványt. Én azt javaslom, a módosító indítvány javaslatot utasítsuk el. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyitásra jelez. Igen, utasítsuk el, tehát hogy szabad. Egy, kettő, ellen szavazott? Ellene. Egy, kettő, három. Köszönöm szépen. Jegyződőnk megkérem, hogy az érvényben lévő szabály alapján ezt ki kell most függeszteni. A rendeletet el kell fogadni a Viktor által elhangzott módosítás. És akkor ez alapján, aki az eredeti rendeletet azzal a módosításra, amit már elfogadtunk, az zominózus 24 óra, az támogatni tudja, az kérem, kézfelnyújtásra jelezze. A rendeletet. Aki. Tehát értétek, bocsánat, az alaprendeletet fogadjuk el. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ellene, 3 ellene, 6 igennel a képviselő testület a rendeletet képviselő módosító indítványával elfogadta. Köszönöm szépen. Köszönöm, meg szeretném kérni, hogy
2 perc szünetet még a kifüggesztő táblára, ezt ki kell neki rakni? Igen, ennek a rendje, itt szünetet kell elrendelni, ameddig a rendeletet ki tudjuk hirdetni. A jogszabály alapján a rendelet csak órakor tud hatályba lépni, tehát ahhoz, hogy mi a napi rendel tovább tudjunk menni, és alkotmánybíróság bizottságokat, bizottsági tagokat tudjon a testület választani, ezért ennek a rendeletnek, elfogadott rendeletnek 18 órakor hatályba kell lépni, ami azt jelenti, hogy én most ezt a módosító javaslatot bele fogom szerkeszteni az SMS-be, alá fogjuk írni polgármester úrra, ki fogjuk hirdetni, és azt követően 18 órakor, amikor hatályba lép a rendelet, akkor tovább tudunk menni a napirendbe. Az 5. napirendi ponttal tovább mehetek közben a program ismertetéssel. Jó. Akkor bocsánat, 2 perc jegyzőnőt megvárjuk. Jön a 24 óra. Pedig a bizottságok megválasztása. Itt a bizottságoknál is a jelenlévő külsős bizottsági tagoknak is majd esküt kell tenni, de azt gondolom, erről mindannyian tájékoztattak benneteket, úgyhogy tiszteltek, köszönöm a türelmeteket. Thank you.
hamarosan megkapjuk. De nem. Tudom, de amíg nem kezdődik el, csak addig szervezhessünk ki, amíg nem kezdődik el az ülésünkre, jó? Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen mindenki türelmét, és folytatnánk, amiben én nagyon röviden szeretném vázolni mostani tudásom szerinti jövőképet. Mint ahogy előbb is említettem, és most nemrég jöttem egy polgármesteri fórumról, ahol falu programért és a kisvárosok programért felelős kormánybiztossal voltam, azt látjuk, hogy szerintem más típusú önkormányzati vezetés vált szükségessé. Azt látom, hogy úgy, mint otthon, meg kell először a pénzt keresni, aztán lehet arról gondoskodni, hogy az a legjobb tudásunk szerint hogyan osztjuk tovább. Azt látom, hogy ma már kutya kötelességünk, hogy még inkább több munkahely, még magasabb kereseti lehetőségek, és ezzel, uram, bocsá, még több az önkormányzatoknál maradó, legfőképp ott maradó iparűzési adóforint jöjjön létre. Ez azt jelenti számunkra, hogy persze fontos az is, hogy az ódába milyen színű ceruza készlet legyen, de annak van egy felelőse, aki úgy hívják, hogy az óda igazgatója. Nekünk egyébként a testületnek, én azt gondolom, hogy az a fajta hasonlatot tudom mondani, mint egy részvénytársaságnál, csak csomó kötelező feladattal terhelve kell tudnunk menedzselni a településünket. Én azt látom, hogy legfőképpen fogadó képességet kell létrehozni, és legjobban helyzetbe hozni a sajátjainkat. Ezért azt gondolom, hogy szerintem nem túl jó két év volt mögöttünk, ezt gondolom mindenki érezte, hogy ez, hogy háború-e, vagy minek okán, szerintem ebben nem menjünk bele. De mégis kijelenthetem, hogy a szeptemberi iparűzési adóbevételnél Kistelek város adóerőképessége nem csökkent, hanem nőtt. Azt látom, hogy egyébként nagyjából az a szabály, hogy havonta kapunk közel 193 millió forint állami normatív támogatást mindenre, a temetőtől, a bérektől, a közvilágtatata, és ahhoz, hogy ez egyensúlyban legyen, holott ebbe a térségbe, Csongrád megyébe a legalacsonyabbak az átlagfizetések, nagyjából 50 millió forint saját erőt kell mellé rakni, hogy egyébként létrejön az egyensúly. Ha valaki egy kicsit számol, akkor 50 millió forint szorozva 12-vel 600 millió forint egyéb bevételnél vagyunk viszonylag egyensúlyban. Ez csak nagyon durván egy ökörszántás. Ez én azt gondolom, hogy most, amikor már tavalytól átléptük ezt a 600, idén is 650-nel számoltunk biztonságosan, az érvényben lévő költségvetésünk alapján. Kistelek jövőképe az, hogy átlépje az 1 milliárd forint bevételt. És akkor jöhet részben az álmodozás, jöhet az egyébként, amikor pályázat nélkül is tudunk szükséges dolgokat megcsinálni, mint most az utóbbi időszakban, és azt is óva figyelmeztetem magamat, hogy nem tudni, hogy meddig lesz ez a uniós világ, amikor egyébként önkormányzatok részben nemzeti, részben uniós forrásból visszatérítendő támogatásokat tudnak fejleszteni. Láttam az utóbbi időben, a falu programban azokat a fejlesztési lehetőséget, ahol Csongrád megye valamennyi település beadott különböző pályázatokat. 3-4-nél többet nem találtam az 500-ból, ami gazdaságfejlesztésről szólt volna, ami egyébként
azt teremti elő, mint amire otthon is törekszünk, hogy úgy próbáljunk otthon csinálni a dolgunkat, hogy abból egy picit majd több legyen. És ugyanez a város, ugyanez a fajta gazdálkodás, hogy azt tudjuk elkölteni, amit megteremtünk, és ez nem így. Félreértés ne essék, nekünk sokszor azért nehezebb, felénk sokkal kötöttebbek egyébként azok a szabályok, amit nekünk be kell tartani, és ugyanakkor nyilván kutyakötelességünk figyelni azokra, akik elesettek vagy bajba vannak, tehát van egy szociális oldala is a dolognak, és természetesen ezzel párhuzamosan nagyon érzékeny az a dolog, hogy jön ide új munkahely, amit nagyon szabályozottan kell kontrollálni, és hogyan tesszük egyébként ezzel lehetőség szerint úgy lehet tönkre is egy picit a helyieket, mert onnan egy elvándorlás lesz. A történet éles. És én azt látom, hogy az elkövetkező időben minden ilyen történetre föl kell készülni. Tudás alappal és egyébként biztos jövőképpel. Én azt látom, hogy mi azért valljuk be őszintén, sok tekintetben szerencsésebb települések vagyunk, nagyon sok átlagosnál. Nem vagyunk egy dunántúli M1 melletti Tata, amelyik még 10 évvel ezelőtt 3-400 millió forint iparüzési bevétele volt, most meg 2,8 milliárd. A nyugat megelőzött bennünket, nyilvánvaló. Azt is tudjuk, ennek van egyébként egyéb okai, jugoszláv háború, átugort a Szegedet, Temesvár és a többi, nem akarok ebbe belemenni. De most azt látom, hogy nekünk az a fajta logisztikai helyzetünk, hogy autópálya menti települések vagyunk, és már több mint 600 millió forint iparüzési adó bevételünk van, méltán késztet arra bennünket, hogy itt ezzel, majdnem azt mondta, ezerrel menni kell tovább, természetesen minden segítséget kihasználva. Azt például egy nem régi hír, sokáig bizonytalan volt, hogy többek között a Szegeden történt gazdaság fejlesztések kapcsán, hogy utaznak az autók az ott legyártott elektromos autóknál, napi 800. És amellett döntött egyébként, most már tudottam, mondta a kormány, hogy a kétvágányosítás az a Budapest-Szeged tengelyen valósul meg. A kistereki állomás, a balási állomás, ittól vagyunk, még inkább fölértékelődik, és az a nagyon nagy szerencsénk, hogy most az építkezés kapcsán nem minket használnak átrakónak, hanem Szatymaszt és Torozsmát, és nem a mi útjainkat teszik tönkre, mint az autópálya építés volt nagyon sok esetben. Ezért másabb jövőkép áll előttünk, és ugyanakkor persze mondhatnánk azt is, hogy azt is megcsinálhatjuk, hogy vannak üdvözlőben nyertes pályázataink, azt, ha megcsinálhatjuk, szerintem sikertörténet minden képviselőnek. Megkaptuk a múlt héten, Rozikára nézek, egy hetet, másfél hete, most már azt a hivatalos határozatot, melyel 859 millió forint támogatásba részesítették a Strand nevezetű projektünket. Ennek ezerre történik most már részlettervek, amik majd nyilván jönnek az egyeztetések A, B, C verziójával. Megkaptuk a hivatalos határozatot az útépítésre. Most kaptuk, hogy újkor, december 2-án be kell adni a külterületüknek. Tehát vannak idézelve ezek sikertörténetek, amit jó meg kell valósítani. Mindkét oldal van pontozva, 95% fölött kapott, és indulnak egyébként a ehhez szükséges közbeszerzések, stb. Ha ezt megcsináljuk, két oldán bővül, ismét gyerekeket tudunk biztonságra fővenni, két új bölcsődei csoportot hozunk létre, biztonságra fő tudjuk venni, megtartottuk az egészségügynél nagyon fontos azt az egységet, ami az alapellátástól az ügyeleten keresztül a szakellátás, egynapos kórház, mentőállomás, itt van, megmaradt önkormányzati fenntartású, de természetesen mindegyik mellé kell valamennyit rakni. Egy bölcsődei csoporthoz, egy csoporthoz kb. 20-25 millió önerőt kell még mellé rakni éves viszonylag. Bejön 2, plusz 50. Bejött az STK 80 dolgozóval, annak egyébként mindenféle jubileumi jutalmával, ami a dolgozónak jogosan jár, de hát ehhez meg kell tudnunk teremteni azt a felelős másik oldalt, ami fenntarthatóvá, és annyian mondtátok programotokban, egyben élhetővé is tenni. És hol van az az egyensúly, amikor igen, fönn tudjuk azt tartani, hogy a gyerekeink ingyen járhassanak továbbra is, testnevelés óra keretében az osztályban, nem kötelező feladat. Dehogy szeretnénk lentebb adni. Dehogy szeretnénk a nem kötelező feladat inti idősek otthonát bezárni.
de hogy szeretnénk egyébként az SZTK-t átadni az államnak, ami fölött már nincs befolyásuk. Tehát ezek mellett van egy nagyon-nagyon fontos gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés. És az ugye azt mondtuk, az egy nagyon fontos küszöb. A nagyobb gazdaságfejlesztés az csak maradjon az autópálya környezetében, és a vasúton erről az tabu, az a lakóövezet. Nyilván ezekkel majd részletesen kell foglalkozni, nyilvánvaló ebben azt kérem mindenkinek a segítségét, talán egy kicsit jobban van eddig, hogy ha bárkinek van kapcsolati tőkéje, vagy ne Isten egy kis, mint most Rozika talált egy hungarikumos 2.800.000 forintos pályázatot, ez mindenki számára is, mert nem önkormányzat történt. Ezeket mindet hozzuk be a mi településünk javára, és akkor egyébként még többek, még jobbak lehetünk. Azt is tudomásul kell venni, hogy szerintem itt most nyugodtan el lehetne a békepipát szívni, gyakorlatilag megtörtént az a fajta kampányidőszak, választás, amikor valamilyen szinten küzdöttünk egymással. Polgármester, mások, stb. Most ennek az időszaknak ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek nézetkülönbségek. De egyetlen egy dolog vezérhet csak bennünk, hogy a mi településünkkel mi lesz. És lehet különböző populista látszat történeteket előhozni felelőtlenül, de egy dolog. Úgy fogjunk össze, hogy ennek a településnek a javát szolgáljuk. Én ebben jelentem még, itt ott vagyok, partner vagyok, és ehhez minden segítséget megköszönöm. Úgyhogy arra szeretnélek benneteket kérni, titeket, hogy ki a maga dolgában, amihez értetek, abban segítsük ezt a fajta munkát, és ezzel segítjük Kistelep mindennapjait is. Sikeres 5 évet, majd most már lassan 4,5 évet kívánok mindannyiunknak, nektek, valamennyiütöknek, valamennyiüknek pedig. Köszönöm szépen, hogy igen, azért érdekel bennünket, hogy mi lesz a sorsunk. Képzeljék el, olvastam egy tanulmányt, hogy egy kisvárosban a lakosság hány százalékát érdekli az, hogy mi történik ott. Akár a város önkormányzat ügyeiben, akár egyébként milyen fejlesztésük. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy csak 15%. 85% nem érdekel. Ne legyen igaz, de van egyfajta közöny. Azt azért tudni kell. Ilyenkor egy picit megrázzuk magunkat, ilyenkor még érdekes, aztán már feljött a hétköznapi munka. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, még egyszer gratulálok valamennyi megválasztott tisztségviselőnek, és ezek után remélhetően tudok gratulálni majd a megválasztott külsős, illetve belsős bizottsági tagoknak, alpolgármestereknek. Köszönöm szépen, Jézusom! Most pedig alpolgármesterek megválasztása, eskütétele. Itt azt szeretném mondani, hogy ehhez a programhoz egy úgynevezett ad hoc bizottságot kell létrehozni, hiszen ez titkosan történik. Azt szeretném megkérdezni, hogy itt a alpolgármesterek személyre vonatkozólag teszek javaslatot. Köszönöm szépen. A javaslat értelmében főállású alpolgármesteré történő megválasztására Domonics János javaslom, a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására dr. Borzi Cékus Alexát javaslom. Meg szeretném kérdezni, János, hogy elvállod-e? Igen. Meg szeretném kérdezni, János, hogy elvállod-e? Igen. Köszönöm szépen. Ilyenkor azt is meg kell kérdeznem, hogy ragaszkodtok-e zárt üléshez, vagy hozzájárultak ahhoz, hogy ez nyílt ülésen történjen, meg természetesen titkos szavazással. Köszönöm szépen. Akkor a titkos szavazás lebonyolítására hatóságban teszek javaslatot. Előzetesen megkérdeztem Viktort, megkérdeztem Irénkét, megkérdeztem Sejben József képviselőnket, hogy vállalják ezt. Ugye egyet kell tudnunk, lesz javasolja XY, és van igen, vagy nem, tartozás ebben az esetben nincs, úgy tudom. Ezért javaslom az adhok bizottság, bocsánat, elnökének, József, talán mint Sejben Józsefet, elvállal-e? Javaslom Irénkét, Kunstár Irénkét bizottság tagjaként, Gorsi Viktor képviselőtársunkat tagként. Igen. Elvállalt. Jó, köszönöm szépen, ezt meg is szavaztatom. Azt egy, de lehet?
Jó, ha nem marasztok, akkor egybe szavaztatom meg, megkérdezem a tisztelt képviselőtestületet, aki a javasolt aktúrbizottság személyével egyetért, az kérem készbenyújtással jelezze. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megállapítom, ellenszavazat tartózkodás nem volt. Kedves jegyzőnőre nézek, akkor addig egy nagyon-nagyon picit szünetet kell rendelnünk. Igazából nem is fontos szünetet berendelni, ugye titkos szavazás minősített többséggel kell megválasztani az alpolgármestereket. Titkos szavazásra minősített többséggel kell megválasztani az alpolgármestereket. A titkos szavazást, ugye elmondta alpolgármester úr, az alpolgármesterbizottság fogja lebonyolítani. Az ő feladata maga a szavazólapok kiosztása, a szavazatok összesítése, a szavazás eredményének megállapítása, illetve erről egy jelentés készítése a képviselőtestület részére, ami alapján ugye a testületek szavazatok arányában fogja meghozni a döntését. És akkor én meg is kérem akkor az alpolgármesterbizottság elnökét, illetve akkor a tagjait, hogy ilyen a szavazást megállítsák vele, és akkor megkérem az elnöket, hogy egy pár szóval és megismertesse már, hogy ez hogyan fog történni. Így van, és a lényeg elhangzott, hogy egy napi rendi pont került tárgyalásra, nevezetesen az alpolgármesterek választása kapcsán. A szavazás titkos lesz, az alpolgármesterek választása a polgármester javaslatára egy főállású alpolgármester, Dominis János képviselőre, valamint egy társadalmi megbízású alpolgármestere, dr. Borzi Cékus Alexára lehet szavazni. A szavazáshoz lepecsételt szavazólapunk, borítékok és a szavazás titkosságát garantáló lehetőséget nyújtó a választások során alkalmazott papír, szavazófülke és szavazó urna kerül biztosításra, továbbá kellékként boríték és toll is rendelkezésre áll. Felolvastam a szavazólapot. Szavazólapon az alábbi szöveg olvasható. Kistelekváros önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármesterének megválasztása október 10-én 2004-ben. Érvényesen szavazni csak az igen vagy a nem előtt lévő karikában jelölt tízszel lehet. Egyetérte ön azzal, hogy a Kistelekváros önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármestere dr. Borzi Cékus Alexa legyen, igen vagy nem. Ugyanez a másik szavazólapon is. Kistelekváros önkormányzat felállású alpolgármesterének megválasztása 2024. október 10-én érvényesen szavazni csak igen vagy nem előtt lévő karikában jelölt X-el lehez. Egyetért-e ön azzal, hogy Kistelekváros önkormányzat főállású alpolgármestere Dominis János legyen, igen vagy nem? Ezt kell eldönteni a szavazófülkével. Köszönöm szépen. És akkor Egyet. 5 perc türelmet kérnék szépen mindenkitől. Valami boríték? Kérdés a boríték. Kettőből. Bocsánat, itt van egy szavazófülke, oda be lehet menni. Mindjárt, hogyha a kollégának. Igen, van bentól.
Bocsánat, mindenki leadta a szavazatát? Köszönöm. János főállású alpolgármesterre 8 igen szavazat és 1 nem szavazattal. Dr. Borzicékus Alexa társadalmi megbízatású alpolgármesterre 6 igen és 3 nemmel megnyerte. Józsi, bocsánat, akkor érvénytelen szavazat nem is volt. Nem volt érvénytelen szavazat. Először a magyarázatot hozzátok. Igen? Visszavazást szeretnék kérni. Micsoda, de miért? Szeretném. Nem tudom, hogy a képviselőket, főleg az új képviselőket arra kérdezik.
az estünknek megfelelően. Tudjuk, hogy 4 alkalmazott a jelen pillanatban a képviselőtestületben. De most nem mint alkalmazottak, hanem mint képviselők, és a városért és az itt lakókért felelős képviselők szavaznak, úgyhogy visszavazást szeretnék. Bocsánat, mindenki a saját döntés szerint tudod dönteni? Igen. Parancsolj Gábor, szavazzál újra, neked nem volt jó. Többiek. Tessék? Nem szavazhatod újra, hát érvényes volt és eredményes. Bocsánat, ezt így lenne tudni. Bocsánat, következő szavazás megállapítom, hogy eredményes és érvényes. Mindenki saját döntése szerint tud szavazni, aki akar bevon, aki akar nem. Határozati javaslat. Kistelek városi önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta alpolgármester megválasztása tárgyú írásos előterjesztést és alábbi döntést hozta. A képviselő testület Domonics János képviselőt választja meg Kistelekváros főállású alpolgármesterévé. Második határozat. Kistelekváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta az alpolgármester megválasztása tárgyú írásos előterjesztést, az alábbi döntést hozta. Kistelek város önkormányzata képviselőtestülete dr. Borzi Cékus Alexát nem képviselő tagot választja meg Kistelek város önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármesterévé. Megkérem a két megválasztott alpolgármester eskütételre. És megkérem, ezt én? Megkérdem elnök asszony Tilitét, hogy vegye fel az esküt. Én, kérem, álljunk. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz, Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartom. Önkormányzati alpolgármesteri tisztségemből eredő. Feladataimat Kistelek fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélje. Köszönöm szépen elnök asszonynak segítségét, és még egyszer tisztelettel gratulálok és jó munkát kívánok mindkét segítségemnek. A következőkben polgármester illetményének költségtérítésének megállapítása, én ha megengeditek személyes érintettségemet kifejezve a döntéshozatalról kimaradok. Előterjesztés ismertetése jegyzőasszony,
Bocsánat, abból indultunk ki előreláthatólag, hogy semmi nem változik úgy, ahogy eddig volt, amit a törvény meghatároz. Parancsolj, egyszerű. A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében a polgármester illetményét a képviselőtestület állapítja meg. Ebben az esetben a képviselőtestületnek nincs mérlegelési joga, egyértelmű ilyen tekintetben a jogszabály, miszerint főállású alpolgármester illetménye az a megyei jogú város önkormányzat polgármesterének, polgármester illetményének 65%-a az 5000 fő fölötti településen. Jelen esetben ugye a megyei jogú város önkormányzat polgármesterének illetménye 1.300.000 forint, ennek 65%-a 845.000 forint, illetve ennek 15%-a a költségtérítés, ami megilleti a polgármester. Ezt a két összeget, tehát az illetményt és a költségtérítést a képviselőtestületnek határozatban kell rögzíteni, megállapítani, ahogy el is mondtam, mérlegelési joga nincs a képviselőtestületnek. Ja. Határozati javaslat polgármester illetményének költségtérítésére megállapítás. Kisterekváros önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester illetményének költségtérítésének megállapítása. Tárgyú előterjesztés az alábbi határozatot hozza. Kisterekváros önkormányzat képviselőtestület továbbiakban a képviselőtestület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján Nagy Sándor polgármester illetményét 2024.10.01-től kezdődően bruttó 845.000 forint per hó összegben delikálja. A képviselőtestület Nagy Sándor polgármester költségtérítését figyelemmel az MÖTV 71. paragrafusára 126.750 forint per hó összegben rögzíti 2024.10.01-től kezdődően. Tisztelt képviselők, aki a határozati javaslatot támogatni tudja, azt kérem készfelnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, ellenszavazat tartózkodás nem volt. Megállapítom, a képviselőtestület a határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. Bocsánat, én tartózkodtam. Kimaradtam eleve. Főállású alpolgármester illetményének költségtérítésének meghatározása. Személyes érintettség. Szeretném is kérni a tudatot. Köszönöm szépen. Bocsánat, mi tere? Személyes érintettségét. Kér és kimarad. Egyszerűen felolvasod. Főállású alpolgármester illetményének költségtérítésnek megállapítása. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a főállású alpolgármester illetménye a főállású polgármester illetményéhez igazodik, úgy rendelkezik a jogszabály, hogy az a főállású alpolgármester illetménye a polgármester illetménynek 70% és 90% között lehet, a 90%-ot nem haladhatja meg. Ez jelen esetben ugye a 845.000 forintnak a 90% az 760.500 forint. Az előző ciklusban a főállású alpolgármester illetménye 715.700 forint volt, ez ugye a polgármester illetményének 84,85%-os nagyságrendje. A főállású alpolgármesternek a költségtérítés az pedig az illetményének 15%-a, ami 107.355 forint. Ezt határozatban kell a képviselőtestületnek elfogadnia. Tulajdonképpen ugye eddig 715.700 forint volt az illetménye, illetve 107.355 forint volt a költségtérítése a főállású alpolgármesternek. Javaslom az eddigi gyakorlat folytatását. Eddig is ennyi volt, meg ezután is akkor ennyi maradjon. Van ez bármi? Szavazásra tehetem föl a kérdést. Aki a főállású alpolgármester illetményét és költségtérítését jelenlegi formában határozat szerint elfogadásra javasolja, kérem készfelnyújtással jelezze. Köszönöm. Egy nem és egy tartózkodással a képviselőtestület 7 igen szavazattal támogatta a napirendet.
társadalmi megbízatású alpolgármester illetményének megállapítási jegyzőnél az ide vonatkozó törvény. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja, ő tiszteletdíjat, illetve költségtérítést lehet a részére megállapítani. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjához igazodik, annak a 90%-át nem haladhatja meg. Jelen esetben, illetve jelen szabályzás szerint a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a tiszteletdíja az a főállású alpolgármester tiszteletdíjának 50%-a, ami 422.500 forint, ennek a 90%-át nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a tiszteletdíja, ez 380.250 forint. Köszönöm. Határozati javaslatomban a 380.250-nel szemben bruttó 300.000 forintot javaslok. Ez nagyjából 79%-a. Fölteszem szavazásra a kérdést, aki ezzel egyetért, kérem készfelnyitásra jelezze. Köszönöm. Ellenszavazat. 3 ellenszavazat és 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta a képviselőtestület. És javaslatot teszek a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ban meghatározott összegű, ez 45.000 forint, aki ezzel egyetért, kérem készfelnyitásra jelezze. Köszönöm szépen. 6 igen, ellene? 3 nem. A képviselőtestület napirendi ponton a javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen! Következőkben bizottságokat választunk. Amire megengedik, akkor teszek javaslatot. Három bizottságra teszek javaslatot, akik egyébként elnökből, képviselő testületi tagból és nem képviselő testületi tagból állnak. Általában arra szoktunk figyelni, hogy a megválasztott képviselők egy bizottságban legalább egyel többen legyenek, és arra is szoktunk figyelni az eddigi gyakorlatban, hogy ez páratlan legyen, így ne legyen az, hogy valami miatt egyenlőség van. A pénzügyi gazdasági közbeszerzési és ügyrendi bizottság tagjaira most már a tiszteletben tartott kérések alapján elnöknek Vas Rozáliát javaslom, azt is indoklom, hogy miért. A képviselőtestületben Rozika közgazdasági egyetemet végzett, közgazdász, pénzügyi szakember, nálunk is ezt teszi legfőképpen, szakmailag egyértelműen őt tartom a legalkalmasabbnak ebbe. Rozika, meg szeretném kérdezni, hogy vállalod-e? Köszönöm szépen. Képviselőtag, Sejben József. József, meg szeretném kérdezni, vállalod-e? Köszönöm szépen. És Susánszki Benjamin. Benjamin, meg szeretném kérdezni, vállalod-e? Köszönöm szépen. Külsős bizottsági tagoknak javaslom, mint eddig is, Bozó József. És meg szeretném kérdezni, hogy vállal-e, és továbbra is számíthatunk abbra a precizitásra, amit eddig is tettél. Köszönöm szépen. És a vállalkozói réteget képviselve föl szeretném kérni még Molnár Róbertet. Robi, vállal-e? Köszönöm szépen. Bocsánat, azt szeretném megkérdezni, hogy ragaszkodtak az zárt üléshez, vagy mehet ez is nyílt ülésben? Robi? Egyeztettünk egy. Már egyébként, igen, csak egy. Józsi. Egybe szavazunk, vagy külön-külön növeknek? Határozati javaslat. Határozati javaslat szerint egybe szavazunk. Tehát egy bizottságra szavazunk. Szóval szavazásra tehetem fel a kérdést, vagy mondjam el végig. Jó, bocsánat, parancsolj, Viktor. Hozzászólásra van el? Köszönöm.
Van egy olyan rossz szokásom, hogy itt is a választói akarat az én szememben elsődleges, és ha az a döntés, már pedig nincsenek illúzióim, az lesz a döntés, hogy 15., 16., 21., sőt 23. helyről is be lehet kerülni külső bizottsági tagnak. Ám legyen, én megszavazom. De tudom, hogy előzetesen nem hangzott el ez a név, de vannak itt nevek, akik szintén nem hangoztak el a munkamegbeszélésünkön. Én egy nevet, ha nem is most, de a jövőben mindenképpen szeretnék behozni, pedig Muhel Gábor, aki mindössze 15 szavazattal maradt tagul a választáson, és 9. helyen végezve, úgy gondolom, hogy választói felhatalmazás birtokában van ahhoz, hogy külsős bizottsági tagként segítse a munkánkat. A sport és ifjúság területén úgy gondolom, hogy vannak érdemei és szakértelme. Úgyhogy ha már 20-valahanyadik helyekről is delegálunk embereket, úgy gondolom, hogy a 9. hely is ér annyit, hogy becsatlakozzanak a városi vérkeringésbe és segítsék a munkánkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bocsánat, azért érzem egy nagyon picit ezt bántónak, és ne haragudjon senki. Szerintem a pénzügyi bizottság az leginkább egy szakmai bizottság. Nem véletlen kérjük meg hanyatszóra mondjuk Bozó Józsit, mérnökembert. De persze én megértem, hogy ezt nem kell végzettséghez kötni. Megértem azt, hogy egyébként nem kell, hogy értsünk egyébként költségvetéshez. De alapjába véve, még egyszer mondom, ez egy kőkemény szakmai bizottság. Emlékszel, Viktor, téged is fölkértelek erre a bizottság, Katikát is fölkértelek, de tiszteletben tartottam azt, hogy melyik bizottságban szeretne az ember inkább dolgozni. De ezek szakmai alapon vannak elsősorban, választva. Parancsolj, Gábor! Ugyanez az indokkal, ahogy Viktor mondta igazából, én a 10. helyen végzett képviselőt, a Nemesnek Kitit szeretném, aki közgazdász végzettségű egyébként. És ahogy Viktor mondta, nem a 20-valahanyadik, nem a 10-valahanyadik helyről, hanem a 10. helyről, tehát szorosan ott volt a versenyben. Egyébként, hogy tényleg mennyire szakmai, bocsánat, Bencsike, tehát fantasztikus közgazdasági végzettsége rendelkezel, meg ahogy a Józsi is egyébként. Úgyhogy ez nem akarok segíteni. Ne bántsuk még senkit, nem kell. Egyébként, csak polgármester úr ezzel indokolja, hogy olyan szakmai végzettségű emberekkel tölti meg a gazdasági bizottságot. Nem. Én azt gondolom, hogy én is például jelentkeztem rá, gondolom, hogy 20 éves projekttapasztalattal, pályázati tapasztalattal, illetve az elmúlt 5 évben is ott voltam egyébként. Kérésemben én, aki egyébként 1480 szavazatot kaptam a képviselő választáson, és úgy gondolom, hogy eddig, úgy tudom, hogy eddig képviselő soha nem kapott ennyi szavazatot, kérésemben se kerültem be a gazdasági bizottságba. Úgyhogy röviden ennyi. Én javaslom a személyenkénti szavazást egyébként. Bocsánat, a pénzügyi bizottságra először nem ezeket a személyeket javasoltam. Először Borsik Viktort szerettem volna többek között. Viktor egyértelműen jelezte és tiszteletbe tartottuk, ő a szociális bizottságban szeretne leginkább dolgozni, és az ifjúság tiszteletbe tartottuk. Piknicka Katikát kértük föl, mint szintén jogász, és innen van azért jogi ügyrend része is. És Katalin először azt mondta, hogy igen, és egy nap múlva fölhívta a jegyzőnőt, hogy nem tudja elvállalni. Ezért, bocsánat, mentünk tovább, és ezért kerültek be, idézem, új tagok. Sejben Józsi felé az a magyarázat, Sejben Józsi intézmény fenntartó több éve, ami az önkormányzat költségvetésének egy meghatározó része. Ez triviális dolog, Rozika szintén triviális dolog, és bocsánat, Benzsit nem megbántva, a két visszalépést követően tettem rá javaslatot, úgyhogy bocsánat, megértésüket köszönöm, és sajnálom, hogy az első javaslatomat nem követte, igen. Én egyébként elhangzott egy kérés, hogy akár név szerinti, nevek szerinti szabad, vagy külön egyenként szavazzunk, én nem látom ennek akadályát. Ez elvileg szabályos, nem? Egyenként szavazzuk, csak kérdezem. Bocsánat, te, aki azt kéri, hogy egyenkénti szavazás legyen, azt kérem, kézfelnyitásra jelezze. Köszönöm szépen ketten, akkor a többiek... Nem kell határozatot hozni, nem, csak ezt rögzítjük, jó? Akkor köszönöm, egybe szeretnék akkor szavazásra tenni fel a kérdést. Elnök Vas Rozália, Sejben József tag,
Susánszky Benjamin tag, külsős tag Bozó József és Molnár Róbert. Aki a bizottság összetételeve így mondja, egyetért, kérem kész felnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy nemet, egy nem. Egy nem mellett a képviselő testület 8 igennel támogatta a bizottság összetételt. Következő bizottság köznevelési, közművelődési, sport és ifjúsági bizottság. Ennek elnökének fölkértem és föl szeretném kérni Farkasné dr. Pignicki Katalin. Katalin, meg szeretném kérdezni, vállalod-e? Köszönöm szépen. Képviselő tagoknak föl szeretném kérni Borsik Viktort. Viktor, vállalod-e? Köszönöm szépen. Mészáros Gábor. Vállalod. Köszönöm szépen. Susánszky Benjamint. Köszönöm szépen. És nem képviselő tag, Kothenc Pukor Csilla. Csilla, itt vagy körünkben. Köszönöm szépen. Vállalod. Vállalod. Téged azért szerettünk volna, hogy te egy kicsit behozod az iskolai sportot, a sportegyletet, és te, akik nagyon sok gyerek, bocsánat, ismersz és tudod, az ennek a bizottságnak szerintem elsősorban a sport oldalát tudja majd segíteni. Köszönöm szépen. Szitike, aki ennek a bizottságnak az elnöke volt, és azt gondolom, senki nem kérdőjelezi meg a sporthoz való szeretetét, mai napig se. Szitike, vállalod-e? Igen. Nagyon szépen köszönöm. És Szombathelyi Árpád, előzetesen megkérdeztük, vállalta, sajnos két nappal ezelőtt volt egy apró kis műtét, és ő majd csak esküt az első bizottsági ülésen tud tenni, ezért betegsége miatt most távol maradt erről az ülésről. Szavazásra teszem föl a kérdést. Van ez egyébként valami szavazásra tehetem föl a kérdést? Aki egyetért a bizottság tagjainak összetételével, nevezetesen elnök Farkasné dr. Pignicki Katalin, Borsik Viktor, Mészáros Gábor, Susánszky Benjamin, mint képviselőtagok, és nem képviselőtag, Kothenc, Ukor, Csilla, Sándor, Szidónia, Szombathelyi Árpád, aki ezzel egyetért, kérem kész felnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, ha jól látom, ellenszavazott tartózkodás nincs, a bizottság összetételét a képviselőtestület egyhangulat támogatta. Szociális és egészségügyi bizottság, a harmadik főbizottságunk elnökének javaslom, mint eddig is, dr. Kunstár Pálné, akire mindent lehet mondani, de az, hogy szociálisan nem érzékeny, az biztos nem. Azt szeretném kérdezni, Irénke, hogy továbbra is vállalod-e? Igen. Köszönöm szépen. Képviselőtag, bizottsági tagok, bocsánat, itt egy picit többen vagyunk, hiszen az a jó, ha a lakosságot valaki legalább azt a személyt, azt ismeri és tud valamiféle segítséget adni az adott bírálatnál. Képviselő tag Borsik Viktor. Viktor, vállalod? Vállalom. Nagyon szépen köszönöm. Vas Rozália. Rozika, vállalod? Köszönöm szépen. Sejben József. Vállalom. Köszönöm. Susánszky Benjamin. Vállalom. Nagyon szépen köszönöm. És nem képviselő tagok Bárkányi Bence. Vállalom. Köszönöm szépen. Dr. Hajdú Imre gyógyszerész úr, aki eddig is segítségünkre volt, és picit az ő ismerete is azt gondolom szélesebb az átlagnál. Gyógyszerész úr vállalott, köszönöm szépen. Tasi Józsefné, megjött a kedve a bizottság munkájában, és azt mondta, szívesen vállal még továbbra is külsős feladatot. Vállalt, köszönöm szépen. És Tótné Molnár Erika. Erika, meg szeretném kérdezni, hogy vállalod-e? Nagyon szépen köszönöm. Nagyjából a bizottság itt azon személyek, akik itt vannak, viszonylag széles ismeretséggel rendelkeznek, akár fiatalok körében, akár ugye az a tapasztalat, ami Irénke között van, és azt gondolom mindannyiótokra az elmondható, hogy egy-egy réteget jobban ismertek, és tudjátok segíteni. Van ezzel valami, vagy szavazásra tehetem fel a kérdést? Köszönöm. Aki egyetért a Szociális Egészségügyi Bizottság tagjainak összetételével, az kérem kész felnyújtással jelezze. Köszönöm. Neked is, mindenkinek lehet, persze. Köszönöm szépen, ha jól látom, ellenszavazott tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen! Arra szeretném kérni a nem képviselő bizottsági tagokat, ők még nem tettek esküt, de nekik is kell, ezért meg szeretném kérni őt. Szintén vállalod a esküt, tényleg is felolvasod, ezt én teszem. Bocsánat, igen, jó, akkor ezt már érteszem, én is kaptam, akkor jó. Akkor meg szeretném kérni a nem képviselő bizottsági tagokat, és tiszteljük meg őket is, hogy fölállunk.
Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Nem képviselő bizottsági tagi, tisztségemből eredő feladataimat, Kistelek fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíten. Köszönöm szépen, gratulálok valamennyi megválasztott külsős bizottsági tagnak. A következőkben még egy nagyon fontos napirendi pont van, a helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014 10.21 önkormányzati rendelet módosításáról. Szeretnék javaslatot tenni. Régebben egyébként az volt a gyakorlat, hogy a képviselő testületi tiszteletdíj az egyforma, a képviselő bizottsági tag tiszteletdíja egyforma, azzal a különbséggel, hogy az elnök az 20.000 forinttal magasabb tiszteletdíjat kap, egyébként ez a jellemző mindenhol, és az is egy fontos szabály, hogy a bizottság nem tesz különbséget arról, hogy képviselő vagy nem képviselő, külsős bizottsági tag, ugyanazért a munkáért ugyanaz a járandóság jár. Ezért én arra tennék javaslatot, hogy térjünk vissza a régi tiszteletdíjakra, azaz azt jelenti számomra, hogy a képviselői tiszteletdíj az 100.000 forint, a képviselő és bizottsági tag jelen esetben minden képviselő igaz, az plusz 45.000 forint, a bizottsági elnök, azaz a három bizottsági elnök plusz 20.000 forint, és ebből adódik, hogy a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja ugyanannyi, mint a kép, azaz 45.000 forint. Erre tennék javaslatot. Parancsoljunk! Nagyvárosokban szokás az, hogy van egy úgynevezett képviselői keret, amelyet a képviselők a város szebbítésére, jobbítására, ott élők segítésére fordíthatnak kötött módon. Kisvárosokban ez nem jellemző, de én most nagy nyilvánosság előtt, és szeretném a jegyzőkönyvbe is bekerülni a hozzászólásom lényegi tartalma, fogadom, hogy a tiszteletdíjamat az itt élő rászorulók segítésére és a város szebbítésére, a jobbítására fogom fordítani, és hogy ne csak üres szavak legyenek, rögtön már most az idén két havi megkapott tiszteletdíjat a karácsonyi időszakban teljes egészében rászoruló családok segítésére szeretnék fordítani. Mindenkinek az egyéni döntés, hogy otthon úgy használja fel ezt a tiszteletdíjat, de szeretném kérni a képviselőtársaimat is, hogy önmagában teljes egészében az lebegjen a szemük előtt, hogy legalább részben próbálják ezt visszaforgatni a város költségvetésével ilyen direkt módon. Köszönöm szépen! Tájékoztatásról szeretném mondani, hogy eddig is gyakorlatilag jellemző volt az ilyen gyakorlat. Ki igen, ki nem, de azt mi soha nem szerettük volna kérdőre vonni, hogy ezt ki saját belátása szerint hogy akarja felhasználni. Irénke, talán te vagy leginkább tanulja annak, hogy karácsony előtt mindig körbejártad a képviselőket, és ki a maga
habitusa alapján hozzájárult ehhez a történethez, illetve bármely más hasonló történet. Nem, vagy nem. Így, vagy nem. Az esetek többségében nem. Sajnos nem, de több esetben igen. Parancsoljon, Zita. Én amikor eldöntöttem, hogy elindulok képviselőnek, akkor elhatároztam, bár ugye erről nem szerettem volna választási kampányfogásként erről beszélni, én már akkor elhatároztam, hogy ha bejutok képviselőnek, akkor a tiszteletdíjam minimum 50%-át jótékonysági célra fogom fordítani. Ezt most is tartom, az 50%-ot biztosan, a többet azt nem tudom még, majd látni fogom, de a lényeg az, hogy én is így hasonlóan gondolkodom, és ezt így vállalom is, illetve amit mondtam, tehát ezt már nem most döntöttem el, hanem még mielőtt elindultam, talán néhány emberrel beszéltünk erről, de alapjában véve nem szerettem volna választási fogásnak használni. Köszönöm szépen! Talán pont ebben az a jó, hogy van egy keret, talán Viktor határozta meg, és ott a fölött mindenki maga rendelkezik, akár már úgy, hogy eleve máshova akarja utaltatni. Szerintem ez abszolút szép dolog. Parancsol, Gábor? Más véleményem voltam eddig is, és igazából nem szeretném a véleményemet megváltoztatni. Az elmúlt 5 évben is ahányszor sor került ennek a témának a szavazására, mindig úgy szavaztam. Én azt gondolom, hogy a képviselők elsősorban önkéntes alapon társadalmi munkába szeretnék végezni ezt a munkát, nem pedig pénzért. Tudom, hogy a törvény is előírja a lehetőséget a tiszteletdíjra, és ez volt a gyakorlat is, úgyhogy valószínűleg most is megszavazásra kerül. Én az elmúlt években is jótékonysági célra alapítványok egyesült a támogatásra, illetve hasonló dologi kiadásokra, mint ahogy Viktor is mondja, úgyhogy a további ebben is ezt végzem, amennyiben megszavazásra kerül. Én jelen pillanatban nem támogatom, tehát továbbra is azt mondom, hogy a képviselők dolgozzanak, és utána már gondolkodni, de a jótékonysági célt, amennyibe szavazásra kerül, is támogatom, illetve erre biztatom a képviselőtársaimat is. Bocsánat, természetesen tudjuk, hogy ez mindenkinek a saját maga döntése. Nekünk egyetlen egy dolog van, a bármely képviselő a tiszteletdíjáról már eleve úgy akar rendelkezni, hogy egy adott jótékonysági célra direktbe utaljuk oda, egy alapítványnak, vagy bárminek, ez természetesen lehet, és akkor nincs kérdés. Bocsánat, fölvesz és ő utalja. Ja. Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel? Akkor az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet bocsájtom szavazásra. Az előbb említett 145, illetve a bizottsági elnöknél 65, és a külsős bizottsági tag ugyanúgy, mint a belsős 45-45. Aki ezzel így egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. Ellene? Egy ellenszavazat mellett a bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Köszönöm szépen! Most arra szeretném megkérni az előbb esküdtett külsős bizottsági tagokat, hogy fáradjanak ide és aláírják az eskü okmányt. Én Bárkányi Bencét kérem. Bence? Szépen. Bocsánat, az előbb elmondom. Lassabban néznek, fényképeznek. Még egy kicsit. Megmondom. Köszönöm szépen. Gratulálok, Bence, bocsánat. Köszönöm szépen. Csillát szeretném. Nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad. Köszönöm szépen. Molnár Robert. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Tóthné Molnár Erika. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok mindenkinek. Egyebek keretében én két dolgot mindenképp szeretnék bejelenteni. Október 24-én 17 órakor lesz a következő testületi ülésünk, amire természetesen a kiküldött napirendek és az anyagok mennek. Másik az, hogy szeretnélek benneteket invitálni, hogy október 23-án 17 órakor ünnepi szentmise, 18 órakor pedig a kopjafánál koszorúzás. Azt kérem mindenkitől, lehetőség szerint jöjjön el. Szokásunk mindig egyébként, hogy ilyenkor minden szentek előtt valamennyivel ellátogatunk azokhoz a köztiszteletben álló volt képviselők, régi híres emberek sírjaihoz, akik már sajnos nem lehetnek köztünk. Én arra gondoltam, hogy 23-án úgyis fölöltözünk szépen, és 23-án után iskolai szünet, nem tudom, hogy ki elmegy, nem megy, és 23-án előtt délután a képviselőket, aki teheti, jöjjön el koszorúzásra, és idézelbe munkaszüneti nap, mindannyian itthon vagyunk, és akkor 2-től szerintem 4 óra fél 5-ig ezt le is tudjuk bonyolítani, majd természetesen egy apró jelzés csak, hogy ki tud eljönni, ez az szokott, hogy beülünk egy mikrobuszba, és együttesen kimegyünk, többen már sajnos nagyon sok olyan tőlünk eltávozottak sírját ismerjük, mert már régóta kell, hogy meglátogassuk, és azt gondolom, ez is akkor részemről egy kérés, hogy aki tud, majd jöjjön. És nekem ennyi az egyebekhez. Van-e még jegyzőasszony valami? Köszönöm. Nektek valami egyebekhez. Parancsolj Viktor. Köszönöm szépen. Tudom, hogy sokan vannak, akik csalódottak az alpolgármester választás eredményét illetően. Most 6-3 az állás, ezt mindenki láthatta, de a síp szót 5 év múlva fújják. Elkezdtük a munkát, itt vagyunk, és úgy gondolom, hogy ha mást nem is tudtunk elérni, csak azt, hogy azoknak is van erőteljes képviselete, akik kritikusan állnak a városvezetéshez, akár jobbító szándékkal lépnének föl, az azt gondolom már eredmény. És talán egy ilyen eredmény az is, hogyha jól láttam, a városi televízió elejétől végéig rögzítette az anyagot. Szeretnék majd egy megerősítést kérni, hogy ez teljes egészében bármatlanul felkerül-e a YouTube oldalára. Mert láttam, hogy kitemetsek, beszélgetések, előadások, citera zenekar, fölvétele eddig is megtörtént. Számomra kérdéses, hogy eddig miért nem volt fölvéve a képviselőtestületi ülés, de nagyon örülök, hogyha ez mostantól változik, és lakosság tud tájékozódni online is. És a tájékozódáshoz még annyit fűznék hozzá, hogy én úgy gondolom, hogyha nem hozzuk képviselőtársainkkal ilyen hangsúlyosan nyilvánosságra a mai napi rendi pontot és a készülő tervezeteket, akkor egész egyszerűen a legtöbben nem értesülnek erről az eseményről, hogy kit jelölnek alpolgármesternek, milyen fejlemények vannak. Én nem láttam egy érdemi bejegyzést a városvezetésről, akár a központi oldalon, akár a polgármester úrtól, sem a kampány során, hogy megegyeztek Alexával, sem később, hogy történt ilyen fölkérés. És én úgy gondolom, hogy így mondom, viszont több ezer ember tudott értesülni, több százan elmondták a véleményüket. És az a szám, amit polgármester úr is előhozott, hogy 85%-át nem érdekli a lakosságnak a közélet és a közügyek, hát nyilván, ha nem értesülnek, ha nincs információ, akkor nem is tudja őket érdekelni. De én azon fogok dolgozni, hogy mindent nyilvánosságra hozzunk, amit csak nyilvánossággal lehet, és pontosan időben mindenki értesüljön az itt folyó dolgokról. Úgyhogy a munkát megkezdtük, itt vagyunk, és 5 évig itt is leszünk, ez biztos. Köszönöm szépen! Apró helyreigazítás, olvastam egy tanulmányt, mely szerint a tanulmány ezt mondta, ez nem az én véleményem. 2.
Adja Isten, hogy egyébként az érdeklődés az nőjön. 26 év alatt az volt a tapasztalatom, hogy a választást követő első 1-2 hónapban még többen, és utána régi képviselők 90-95%-ban egyedül voltunk. Adja Isten, hogy ez így legyen. Igen, azért van, adja Isten, így legyen. Hiszen, és az meg, hogy Rozikának köszönhetően két, bocsánat, hogy megnevezlek benneteket, két olyan szakmailag elismert kollégánk érkezett a tévéhez, akik egyébként tényleg szakmailag is elismertek, azok pedig egyébként most már tényleg alkalmassá teszik az egészet, hogy ezt a gyakorlatot majd a kérésetek szerint folytassuk. Van-e még más valami? Hogyha nincs, akkor nagy tisztelettel megköszönöm mindenki jelenlétét, nagy tisztelettel gratulálok még egyszer, és külön tisztelettel megköszönöm a Helyi Választási Bizottságnak, valamennyi tagjának, és ott valamennyi közreműködőnek, valamennyi külsős és belsős segítőnek, és azt gondolom, az alapülés ezennel nagy tisztelettel bezárom. Köszönöm szépen! Szeretném megkérni a nem képviselő bizottsági tagokat, hogy egy 5 percre maradjanak, mert szeretnénk egy apró tájékoztatást, illetve mi a közönség kellene átmenni. Tehát a nem képviselő bizottsági tagoknak még...